Sophia Loren, Kovács Nóra. Stephen Boyd, Hegedűs D. Géza, Eric Guinness, Kristóf Tibor, Ari Tamás, Christopher Plummer, Dunai Tamás. A római birodalom bukása. További magyar hangok. Sebestyén András, Kránic Lajos, Surányi Imre, Zentai Lilla, Kis Gábor, Csénémet Lajos, Lesznek Tibor, Simon György, Képesi József, Balázsi Gyula, Elekes Pál. Fényképezte Robert Krasker. Magyar szöveg Frigyes Katalin, hangmérnök Zombori László, vágó Baja Gábor, rendezőasszisztens Polecsák Irma, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Várkonyi Gyula. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Zene Dimitri Tyomkin. Írta Ben Bartzman, Basilio Franchina és Philip Jordan. Rendezte Anthony Mann. Első rész. Milyen évszámhoz kapcsolható a római birodalom felemelkedése vagy bukása? A történészek is bizonytalanok ebben. A bizonytalanság onnan ered, hogy sem a felemelkedés, sem a bukás nem kapcsolható egyetlen kiváltó okhoz, hanem számos összetevő eredményeként jött létre. Róma bukása nem elszigetelt esemény, hanem több mint 300 évig tartó, látszólag egymással össze nem függő események sorozata. Sok nemzet rövidebb ideig élt, mint ameddig Róma haldoklott. Időszámításunk 161-től 180-ig terjedő idejében Marcus Aurelius császár uralkodott, aki számos hadjáratot vezetett a birodalom dunamenti határait veszélyeztető barbár törzsek ellen. Uram Cézár, rosszak a jelek. Nem találom a szívét. Gyermekkoromban Timanidész titkos félelem gyötört, hogy egyszer csak leszáll az éj, és nem múlik el soha. És attól a naptól teljes sötétségben kell élnünk. Szorongató félelem volt. De látod, Cézár, a nap azóta is fel kell. És mindig is így lesz. Mondott te. Mondják, ilyenkor halnak meg a legtöbben, mikor az éj átadja helyét a napnak. Többen, mint máskor. Szinte hallom az éjszaka hívását. Jöjj velem a nyugati tartományba, az örök álomba. Mit hozhat még neked egy új nap? Neked mit hozhat még egy új nap, Timonidész? Melegséget. Színt. Életet. Érzést. Nézzed csak, Cézár, a nap. Megjósoltad előre. Gratulálok, Timonidész.
Timonidis. Livius, Livius. Hogy van a császár? Nos, hogy kérdésedre megfelelhessek, három tényezőt kell tekintetbe vennünk először. Császárunk 17 évet töltött a csatamezőn, igen megterhelő körülmények között. Másodszor. Marcus Aurelius nem mondható robusztus alkatúnak. Egy tréfa járja róla Timonidész a katonák között. Kérdezd meg Timonidészt, hogy hányadika van, és elmondja a naptárkészítés történetét. Ugye egészséges vagy császárom? Mintha csak a birodalom minden kormányzója, királya találkozót adott volna itt a völgyben. Én hívattam őket rendkívüli és fontos okból. Ide kérettem fiamat is, Commoduszt. A jó barátodat, Commoduszt. Hogy sikerült a hadjárat a barbárok erdőségeiben? Egy-kétszer majdnem elfogtuk Ballomárt a vezérüket, de végül mindig kereket oldott. Még egy kis idő, Cézár, és elhozzuk a fejét. Nem kell, Livius, nekem nem kell a feje, nem tudnék vele mit kezdeni. Hozd inkább elém Elevenen. De ez az ember a barbárok szíve. Akkor hozd el nekem a barbárok szívét, utat találok hozzá. Alkudozni akarsz? A római birodalom 1000 éve áll fenn, és eddig mindig békét keresett azokkal, akiket te barbároknak mondasz. Tehát hozd elém azt a Ballomárt. Gyorsan és épségben. Azt rebesgetik, hogy Lucilla is itt van. Lucilla, a császár leánya. Na persze, a császár leánya. Mint a galamb féli a sast, mint a bárány féli a farkast. Úgy retteg szívem súlyos félelemben. Ó, Veszta anya, Rómának örök anyja, segíts, add vissza apám egészségét, a birodalomra leselkedő veszélyt. Hárítsd el fölülünk, és adj békét végre, Rómában mindenütt. Lucilla! Livius! Lucilla! Milyen szép! Milyen szép vagy. Az udvarias idegen bókol? Rég nem láttalak. Azóta még szebb lettél. Miért nem látogattál meg soha, amikor Rómában jártál? Azt hittem, senkivel sem akarsz találkozni. Azt hittem, ha majd elvonulok a világtól, békét találok. De be kellett látnom, hogy nincs béke a magányban. Ott nincs más, csak magány. Én is magányos voltam, Lucilla. Most itt vagyok, Livius. És ha apám egészsége helyreáll, és ha téged nem szólít el innen a háború szava, akkor gyakran találkozhatunk, ha akarod. Akarom. Thank you.
Petra királya. Üdv Mitridatész! Üdv Petra! Kosztobakusz, a kosztobokák királya. Köszöntlek, Kosztobakusz! A kosztobokák királya. Severus, Júdia prokonzulja. Afrika. Köszöntelek! Virgilianus, Szíria prokonzulja. Szerintem Marcellus, Egyiptom kormányzója. Marcellus! Cézár barátja! És ez ki légyen, Timonidész? Virgilianus, Szíria helytartója. Fogad hálámat, Timonidész. Virgilianus, Cézár barátja! Köszöntelek! Periklész, Atén prokonzulja. Aténi Periklész! Róma örvendezik, Szohámusz, hogy Arménia királya velünk van. Ó, nagy Cézár! Arménia még szorosabb kötelékre vágyik Rómával. Pertinax, Britannia. Köszöntlek, Pertinax! Köszöntlek, Britannia! Kormányzók, prokonzulok, fejedelmek! Eljöttetek ide Egyiptom sivatagjaiból, Arménia hegyei közül, Gallia erdeiből, Hiszpánia pusztaságairól. Nem vagytok egymáshoz hasonlók. Más öltözéket viseltek, más dalokat énekeltek, más isteneket imádtok. Mégis, miként az erős tölgy zöld lombja és fekete gyökere együtt alkotja a fát, úgy testesül meg Róma bennetek. Nézzetek egymásra, és nézzetek magatokba, és Róma nagyságát fogjátok látni. 200 évvel ezelőtt a gallok ádáz ellenségeink voltak,
Ma barátaink közt üdvözöljük őket. Határainkon már csak két kicsiny folt van, ahonnan ellenség lesz reánk. Az egyik itt északon választ el azoktól, akiket barbároknak neveztek, és a másik keleten, Perzsiában. Egyedül ezen a két helyen találhattok a határ mentén falat, palánkot, erődöt és gyűlölséget. De Róma nem ilyen határokat akar. Róma kívánsága és akarata, hogy a határai nyugalom honoljon. Hosszú harcot kellett megharcolnunk. Súlyos terhek hárultak rátok. De már végére érünk a fáradtságos útnak, és itt van, csak egy kéznyújtásnyira, a boldog béke aranykora. Az igazi Pax Romana. És bárhol éltek, bármilyen színű a bőrötök. Ha megvalósult a béke, akkor ti mindnyájan, barátaim, teljes jogú római állampolgárok lesztek. Egyenjogú nemzetek nagy családja. Ez az, ami reátok vár. Az istenek hozzák közelebb a napot. Lucilla, ahányszor rád nézek, elámulok, hogyan is lehetséges, hogy ennyi szépség származzék tőlem. Csak miattad nehéz búcsút vennem az élettől. Apám, még hosszú élet áll előtted. A halál beletartozik a világ rendjébe. Nem tanultad az iskolában? Nem hagyom, hogy elmenj tőlem. Hát rajtunk áll. Nem sokára ez a silány hús, ez a néhány csont. Ez az idegekből és erekből szőtt gyenge háló borrá omlik. Nincs mit tenni. Most már itt vagyok veled. Gondom lesz rá, hogy ezentúl jobban vigyázz magadra. Mindegy. Kevés az időm. És még van egy elintézni valóm, amit nem halogathatok tovább. Ki akarom tagadni a fiamat. Commodus nem léphet az örökömbe. Livius, az a kívánságom, hogy te légy az utódom. Minél előbb a birodalom vezérei elé állítalak és bemutatlak, mint jövendő császárt. De te magad mondtad, Cézár, hogy olyan ember kell, aki változást hoz, aki új utakat keres. Aki Róma 10. századának a fia. Én csak a háborúhoz értek. Én nem tudom, hogyan kell szövetségre bírni a barbárokat. Megtalálod a módját. Megvan hozzá az eszed és a szíved. De Commodusszal már megosztottad a trónt. Mert azt reméltem, hogy megkomolyodik a rang és a felelősség súlya alatt. De őt csak a cirkuszi játékok érdeklik, a gladiátorok. Te engem Cézár a családodba fogadtál. Commodusszal úgy nőttünk fel, mint a testvérek. Én is szeretem Commoduszt. De ez csak egy érzés. Semmi, magánügy. Uram, Cézár, a fiat Commodus köszöntését küldi. Még a havasföldről üzen, két napi járásra innen. Cézár, megengeded, hogy beszéljek Commodusszal? Igen, Livius, menj, látogasd meg. És gondolkozz azon, amit mondtam, de ne feledd, hogy már nincs sok időm hátra.
Cornelius Livius! Üdv a hősnek, a világjárónak! Commodus, Commodus! Üdv a legrómaibb rómainak! Hiányoztál! Hogy vagy? Mindig a legjobban! Sokat fogok mesélni! Én is neked! Mind feljöttünk Rómából! Julianus, Niger, Claudius! Apám! Ritkán látlak, fiam. Nem rajtam múlik. Sem rajtam. Elhúzódik a háborúskodás. Azért húzódik el, mert olyan lágyszívű vagy. Én másképpen vezetnék hadjáratokat. Sok mindent csinálnánk másképpen, Commodus. Jó volna, ha gyakrabban jönnél Rómába. Felnőtt egy új nemzedék és új eszméket hozott. Szóval én már kiöregettem, vén bolond vagyok. Róma sokat változott, mióta nem láttad. Róma egészen megváltozott. Mindenütt csak gladiátorokat látni. Nővérem! Azt hittem, hogy veszt az üzlettél. Hogy átengedjem Rómát neked és az atlétáidnak? Hagyjuk inkább egy női filozófusnak. Ha jól emlékszem, azóta marakodtok, mióta megtanultál járni. De biztos fáradt vagy. És szomjas. Majd később beszélgetünk. Gyerünk, hozas már bort! A tribunusok, Polybius és Victorinus. Négy hadjáratban küzdöttünk együtt. Verulus, a legkülönbb római gladiátor. 100 összecsapást úszott meg épbőrrel, mi majd kiharcoljuk a győzelmet. Egy gladiátor, mint katona. Miért ne? Megtanítjuk gyilkolni a legionáriusokat. Hát lássuk azt a bort. Marcus Aurelius, császári urunk, Rosbőrben van. Mint a haldoklók általában. De hiszen tudtad, hogy halálán van. Mi másért jöttél volna el te és a fajtád béliek Rómából? Tudod, Livius, ha együtt vagyunk, mellettem vagy, az jó. Biztonságos. Csak meg ne változz. Cézárunk épp most mondta, hogy változzam meg. Ó, apám túl sokat gondolkozik. Mert ma egy rómainak van, mint gondolkoznia. Ugyan, Livius, hogy a te becsületes katona ábrázatot hirtelenjében magára öltse egy tudós filozófus vonásait. Rossz rá gondolni is. Inkább ígyunk. Mint a régi szép napokban. Mint a régi szép napokban. Tanultál logikát? Tudod, mit jelent az, hogy dilemma?
A dilemma? Na, a dilemma az, amikor csak két lehetőséged van, és mind a kettő kátyúba visz. Na, hát ez a dilemma. Úgy van. Így áll velem, na. Így áll velem. Így áll velem. Így áll. A császár fia vagyok. Elégettetlek elevelen. Mi az, Livius? Barátom. Testvérem. Mi nyomja a szívedet? Mi baj van? Az apád engem akar megtenni utódjának. Tulajdon apám. De hát én vagyok a fia. Milyen irtózatos a gyűlölet. Nem gyűlöl téged. És én nem kértem rá Commodus. De nem utasítottad el. Kérj meg, és elutasítom. Kérjelek meg. Hallgass csak figyelmesen, és meghallod az istenek. Meghallod, hogy az istenek nevetnek. Nem az istenek nevetését hallom. Tégy úgy, ahogy az istenek akarják. Hozzád illő lány. Gondolkozik. Livius. Livius! Lucilla? Lucilla! Végeztetek már Commodusszal és a borral. Megváltozott körülöttem a világ. Nem tudom, hol a helyem. Csak egyetlen egyet tudok. Hogy szeretlek, Lucilla. Ez a felismerés miért tartott olyan sokáig? Talán mert tudom évek óta. Biztosan tudtam, hogy egy napon bekövetkezik. Tudtam, és mégse tudtam. Tudtad, és mégse tudtad? Hogy lehetséges ez?
Nem tudom megmagyarázni. Csak most értettem meg, hogy velem voltál mindig, mindenhol. Magammal vittelek minden csatába. Mellettem álltál a barbárok hideg földjén. Érted, mit mondok? Olivius, én értelek. Te is velem voltál, mindig. Volt úgy, hogy eldobtam volna magamtól az életet. Ha nem tart vissza az a gondolat, hogy egy napon visszatérsz hozzám. Most már nem hagylak el többi, amíg csak élek. Mert szeretlek. Szeretsz, Livius? Hozd vissza hozzám épségben. Hozd vissza hozzám gyorsan. És add, hogy örökké szeressen. Vonulj vissza a gladiátoraiddal. Csapdába csaljuk Ballomárt. Mi haladunk az élen. Azokat küldjük előre, akiket csaléteknek használunk. Sokan meghalnak közülük. És a vezérük élete lesz a legnagyobb veszélyben. Mi leszünk az elsők az ütközetben. Mi leszünk a csalétek. És ha meghalok, akkor elhagytak az istenek. Nos hát, Livius, barátom, testvérem. Vadd be, ugye nagy kő esne le a szívedről. A haditerv szerint induljatok előre. Nyomuljatok be mélyen az erdőségbe, hogy a barbárok fölénybe érezzék magukat, és támadjanak. Vegyétek fel a harcot, és tartsatok ki. Akkor jövünk mi, és rájuk zárul a csapda. Felvesszük a harcot, és kitartunk.
Hallom, már kicsúszott a gyűrűből, mert a híres gladiátoraid megfutamodtak. Apám! Apám! Immár elhatároztatott, Lucilla. Arménia és Róma szövetségét szorosabbra vonjuk. Ami eddig Rómáé volt, Róma legédesebb birtoka. E naptól Arméniáé. Lucilla, szeretném, ha megőriznéd a feljegyzéseimet. Itt írtam, azóta, hogy tart az északi hadjárat. Vigyázni fogok rájuk, apám. Igyekeztem elhitetni magammal, hogy alaptalan rettegés gyötör Rómáért. De félelmeim beigazolódtak. Keletről támad ránk a veszedelem, Lucilla. Olyan szövetségest kell keresnünk, aki Róma erejét a keleti határon fogja megerősíteni. És ez a szövetséges Arménia. És ezért a császár feleségül adja a lányát Arménia királyához? Bár simább utat adtak volna az istenek. Bár ne kellene téged szerelem nélküli házasságba kényszerítenem. Apám, te mindenkinél jobban tudod, hogy mi a házasság szerelem nélkül. Igen. Én tudom. És engem nagyon szeret. És ha te ezt kívánod tőlem, az csak azt jelentheti, hogy te minden erőddel azon voltál, hogy más megoldást találj. Mindent megtettem. Nincs más kiút. Nincs. Mást nem tehetek. Akkor meg kell lennie. Íme! Így bünteti Róma a gyávaságot! Minket gyávának neveztél. Hát álljon ki 20 légionárius, 20 gladiátorral. Ha van merszetek, hadd lássuk, melyikünk a gyáva. Félre az útból! Senki se nyúlhat Verulushoz. Én vagyok az északi hadak vezére. Folytassátok a megtorlást. Megtiltom, hogy folytassátok. Állj félre, Commodus. Nem szoktam félreállni. Én sem szoktam. Akkor ítéljenek az istenek. Thank you.
nevében megálljatok! A jelek rosszat mutatnak. Rosszat? De kinek? Nekünk, Rómának? Magunk között vagyunk, szólj világosabban. Mi többre vársz, Julianus? Hogy az istenek írott üzenettel igazítsanak el apró cseprő ügyeinkben? Egy császár meggyilkolása. Apró cseprő ügy. Gyilkosság! Cézárunk halálán van, és tudja is. Bármely pillanatban kitagadhatja Commodus, hogy Livius tegye meg örökösének. Ha kihirdeti, nyilvánosan, miben reménykedhetünk még? De megölni. Commodus tud róla? Commodus nem tud semmit. És nem is szabad megtudnia. De ott az őrség. És mindig vannak körülötte. Hogy gondoljátok? Nagyon egyszerűen. Mindenki tudja, hogy Cézárunk szereti a gyümölcsöt. Az almát. A penge egyik oldalán halálos méreg van. Azon a felén, ahol a nyére kígyót faragtak. Vágj vele gyümölcsöt. Egy almát. A mérgezett felét kínáld a Cézárnak. A másik felét nyugodtan edd meg, és... éljen az új császár, Commodus. Akár 100 tanú előtt is meg lehet csinálni. Senki sem foghat gyanút. Melyikünktől fogadná el a Cézár az almát? Ki áll a legközelebb hozzá? Én. Te? Egy vak? Elég, ha érzem, melyik felén van a kígyó. A vakoknak biztos a tapintásuk. Nem találsz mulatságot az iróniában, Marcus Aurelius? Gondolj csak bele, a hatalmas római birodalom ura már nem különb egy hitvány rabszolgánál. És kinek? Minek lettél a rabszolgája? Te szegény, egy parányi pontnak az oldaladban, ami talán egy búza szemnél sem nagyobb. Mi haszna most a bölcsességednek? Nem felelsz. Emlékezz vissza, mennyit olvastál, elmérkedtél évek hosszú során át. És a beszélgetések, Marcus Aurelius, az éjszakába nyúló beszélgetések Timonidészsel, a barátoddal. Mindez arra lett volna jó, hogy felvértezzen a perc szenvedése ellen, hogy felkészítsen erre a percre, de mint hiába. Nem vagy felkészülve rá. Miért nem? Vagy talán nem jutott hely gondolataidban a halálnak? Vagy úgy is tudtad, hogy a bölcsesség tehetetlen és megtorpan a titkok titka előtt? Vagy szándékosan utasítottad el, mert mellette minden tudásod, tapasztalatod jelentéktelenné törpült volna? És mi végre akkor az olvasás, a társalgás, a kutató elme játéka? Talán úgy volt jó, ahogy volt. Hiszen az ember, aki nem gondolkozik, nem olvas, nem beszélget, mint között legfontosabb a beszéd, az nem is ember többé. Már eljött, értem. Káron a sötét Styx néma révésze, hogy átevezzen velem a túlsó partra. Még nem készültem fel. Mindig kész voltam megalkudni az ellenségeimmel. Kössünk egyességet. Azt kérem tőled, hogy még várj 2 évet. Csak egyet. Még legalább 1 évre van szükségem. Sosem kerestem gyönyört, barátságot, szerelmet. Csak Róma üdvét néztem. S azt mondom, Róma, az egész világot értem. A jövőt. Részemről kész vagyok minden fájdalmat elviselni. 1 évet kérek! Mi neked az az 1 év?
közönséges, durva, ostoba úton álló. De hát én mondtam egykor. Nem természete a fügefának, hogy fügét teremjen, a méhnek, hogy mézet adjon. Az oroszlánnak, hogy széttépje a bárányt. És így következik a dolgok rendjéből, hogy magaddal vigyél engem is. Bocsáss meg, lévész. Elfelejtettem, hogy nem látsz, nem hallasz. Gyere csak értem, ha kell. Kézen foglak és vezetlek. De megmondom neked, van egy nagy igazság, amiről eddig sejtelmünk sem volt. Te vagy az, Kleander. Miben állhatnék szolgálatodra, Cézár? Nagyon szenvedek. A görögök úgy tartják, hogy a gyümölcs enyhíti a testi fájdalmat. Hadd kínáljalak meg. Elígérkeztem Szohamusz királynak. Te az enyém vagy. Apám a szavát adta. Szökünk meg együtt. Hova mehetnénk? Ahol nem tartozunk senki máshoz. Ilyen helyet nem találsz. Én a Cézár leánya vagyok. Te asszony vagy. És az magasabb rang. Én így nem tudnék élni, és te sem. De igen. Ha választanom kellett volna, hogy császár legyek, vagy a szerelmesed, téged választalak. Nem lehet. A szerelmet kell választanod. A szerelem az élet. Minden más hazugság, káprázat. Ez a valóság. Hogyan feledkezhetnék meg arról, hogy ki vagyok? Az életem értelméről. Mi értelme lehet az életednek szerelem nélkül? Én nem engedlek hát senkinek. Mire volt jó, hogy kitagadtál?
Cézár! Apám. Azt a rendelkezést keresett Timonidész, amelyben apám kijelölte az utódját? Nincs ilyen rendelkezés. De van. Livius volt az utolsó szava. És én tanúskodhatom apám akarata mellett. Livius jelölte ki utódjának. A szó nem bizonyíték, Lucilla. Szilárd alap kell. A császár személyéhez nem férhet kételj. Nem tudsz nyomósabb érvet, Lucilla, Marcus Aurelius végső akaratának bizonyítására. Thank you.
köszöntelek, Cézár! Üdv néked, Commodus! Üdv, Cézár! Üdv, Commodus! Üdv, Cézár! Üdv, Commodus! Üdv, Cézár! Üdv, Commodus! Üdv, Cézár! Üdv, Commodus! Nem fogom elfelejteni, amit ma értem tettél. Halljátok szavam a birodalom minden négy sarkában! Én, Commodus, Eperstől császárotok, kihirdetem akaratomat! Gaius Metellus Livius minden római seregek fővezére legyen, és a római birodalom prokonzulja, és nincs előtte senki, csak maga a császár! Thank you.
Emlékezzél, halandó vagy. Amikor apám haldoklott, az istenekhez fordultam, mondván, nem vagyok olyan, mint az apám. És ha netán én leszek a császár, másképpen csinálok mindent, mint ő. És életem az isteneknek ajánlottam. Hogyha nem válna Róma javára, hogy én császár legyek, akkor sújtsanak halálra. De mint látjátok, még élek. És császár vagyok. És most visszavágyom Rómába, a fényvárosába. A vidámság, a szépség az erőhonába. Cirkuszi játékokat tartunk. Jól lakatjuk a városi polgárokat. A keleti provinciák küldjenek kétszer annyi gabonát, mint eddig, és az adókat is kétszerezzük meg. Kérlek, uram, ezt nem kívánhatod. Nálunk éhínség dúl. Nem csak a szíriai és az egyiptomi provinciában, hanem Armeniában, Kappadóciában, Arábiában is. A római birodalom keleti felé mindenhol. Éhen halnak az emberek. Amikor híre ment, hogy értünk küldettél, örvendeztek és reménykedtek. És mondogatták, lám, Róma nem fog minket veszni hagyni. Az ifjú császár majd megsegít. Ha megvisszük nekik a parancsaidat, azt kockáztatjuk, hogy a birodalom keleti fele fellázad Róma ellen. Mondjátok meg a provinciáknak, Egyiptomnak, Szíriának, a birodalom keleti felének, ha akár a legcsekélyebb mértékben ellenszegülnek. Szétzúzom őket. És azt is tudassátok velük, hogy vége van lágy szívű apám uralmának. Polybius Tribunus légiója mocsárba téved, csapdába csalták. Barbár istenek, emberáldozatot kérnek, rómaiakat. Árvás!
már! Hallom már! Adjátok meg magatokat! Elég sok áldozatot szeret már a harc! Nem leszünk rabszolgák! Nem fogtok minket láncra verve végighurcolni Róma utcáin! Soha! Bellomár! Te és a néped nem lesztek rabszolgák! Igaz becsületemre fogadom! A császár ezt nem engedheti! Úgy bánj velük, mint hadifoglyokkal! Rabszolga lesz belőlük! Amíg élünk, öljük a rómaiakat! Verjétek láncra őket, amíg le nem csillapszik a dühük! Csak ígérjétek meg, hogy békén maradtok, és levesszük a láncaitokat. Talán nem értitek, amit mondok. Gaius Metellus Livius nem csinál rabszolgát belőletek. Azt akarja, hogy szabadok legyetek. Asszonyaitokkal együtt, mindnyájan. Szabad rómaiak. Vagy kételkedtek Livius adott szavában? Szóljatok, én segíteni akarom. Ez itt Wotan, a mi hadi istenünk. Ha ti isteneitek erősebbet nála megvédenek, ha nem, hódolj Wotannak és érincs meg. Körül vagy fogva római katonákkal. Ha egyet kiálltok, berontanak és lemészárolnak mindenkit. Elvesztettük a csatát. Wotan parancsa, hogy halljunk meg. Próbálj logikusan gondolkozni. Arra vagy kíváncsi, melyikünk istenei erősebbek először is. Mit tudsz meg abból, ha én hódolok Wotannak? Csak azt, hogy gyenge vagyok? Gyenge. Másodszor. Mi jót akarunk nektek, hogy szabadok legyetek. Ha kiálltok, meg fogtok halni. Rabszolgának születtem, de nem bírom a szenvedést. Filozófus vagyok, de erőtlen. Ennyit nem értek összevéve sem. Barbárok, szörnyetekek, vadállatok. Érünk meg Wotant, hogy megmutasd, milyen gyengék az isteneid. Nem bírom tovább. Ez a fájdalom elviselhetetlen. Nem bírom. Ó, Livius, micsoda világ, amikor a sorsunk ilyen próbákon múlik.
Én nem akartam megtenni. Nem voltam szilárd a hűségben. Se jajdultál. Ezért tagadod meg az isteneidet? Ezért tagadod meg a hitedet? Nem ezt akartod, római? Nyomorúságos, szerencsétlen féreg. Mi közünk nekünk az isteneitekhez? De igen! Igen, ezt akartuk. Ezt akartuk. Külön gladiátor lehetne Rómában. Igazad van. Óta való az arénába. Azért jöttél, hogy rajtam köszörüld a nyelved? Te semmit sem teszel komoly ok nélkül. Azért jöttem, hogy megmondjam, amit a barátaid nem mernek. Oda vetetted a keleti provinciákat a lázadásnak. Ó, már értem, megdorgálni jöttél. Hadd emlékeztesselek, nővérkém, hogy már nem parancsolgathatsz a kisöcsédnek, és nem gúnyolódhatsz vele. Vésd eszedbe, hogy császár vagyok. Azt teszek, amit akarok. Látom, látom. És nincs más célod, mint szétzúzni, semmivé tenni apád nagy művét. Te csak korholni tudsz engem, Lucilla. Miért? Mikor, mivel bántottalak meg? Éppen most bántasz meg. Nem igaz. Azt hiszed, nem tudom, hogy te fordítottad el tőlem apám szív. Nem volt rá szükség. Nagyon jól tudta, hogy milyen kegyetlen vagy. És a te kegyetlenségedről nem tudott? Nem tudta, hogy bántál anyánkkal? Ott voltam mellette, mikor haldoklott. Mikor az anyánk meghalt. Nem emlékszel? Hallottam könyörögni. Lucilla, miért gyűlölsz ennyire? Ha valaha vétettem ellened, bocsáss meg. És hagytad meghalni egy szó nélkül. Te nem vagy kegyetlen? Okom volt rá. Okod volt? Mi volt az? Mondd. Semmi. Semmi. Mondd meg. Mondd meg. Cézár. Fegyvertelen vagy. Egy nő is rejtegethet tört a köpenye alatt. Ő nem rejteget tört. Ő az én nővérem. Hagy magunkra. Szóval figyelmeztetni akartál. Más okod nem volt. Azt nem tudtad, hogy Livius útban van hazafelé?
Azt nem tudtam. És tudod, hogy miért jön Rómába? Hogy magam mellett tudjam, Lucilla. Majd találunk más utatmódot, hogy biztosítsuk Arménia hűségét. Gaius Metellus Livius. Úgy hallom, Lucilla itt van Rómában. És azt nem hallottad rebesgetni, hogy most minden megtörténhet, mert Commodus lett a császár? Képtelenségeket zagyvál rólad a szóbeszéd. Azt beszélik, hogy nagyszabású terveid vannak. Új Rómáról szól a fáma. Visszaállítani apám Rómáját. És az a szándékod, hogy a szenátus elé terjeszted az eszméidet, az őrült terveidet. Mit szólnál hozzá, ha azt mondanám? Livius, nekem ez nincs ínyemre. Csak ennyit, semmi többet. Akkor is azt tenném, amit hitem szerint tennem kell. Hagyd ezt a szamárságot, Livius. És gondom lesz rá, hogy te meg Lucilla mindig együtt maradhassatok. Olivius. Mi lesz most velem? Nem vagyok olyan erős, mint hittem. Már látom, hogy nem tudok élni nélküled. Mi nem élhetünk egymás nélkül, Lucilla. Mondtam az előtt is, de nem hallgattál rám. Azt hittem, elárultad apámat. De most már tudom. Te meg fogod teremteni azt a világot, amiről apám álmodott. Ha bármit tennék ezért a világért, Commodus elválaszt minket egymástól. Teremts új világot, Livius. Aztán meglátjuk. Van-e erő, ami elválaszthat? Üdv, Livius! Üdv a germánok meghódítójának! Üdv, Livius Germanicus! Ilyen Germanicus! Ilyen Livius Germanicus! Róma tiszteletreméltó atyái! Köszöntéstek a katonának szól! Aki győztesen tér meg a háborúból! Köszönet érte mindnyájatoknak. De ti ma súlyos döntésre gyűltetek össze.
És fonák dolog volna, ha én, a katona ember, beleártanám magam. Ezért arra kérlek, Cézár, engedd, hogy valaki, aki nem katona és nem szenátor, hanem tudós filozófus, a józan érvek embere, ő szólhasson helyettem színetek előtt. Görögnek születtem. Görögnek születtem, de örülök, hogy római lehetek. Rabszolga. Rabnak születtem, de szabadságot nyertem. Nemes rómaiak. Tanító vagyok. És megesik velem olykor, hogy századszor próbálom elmagyarázni ugyanazt a leckét, de hiába. A tanítványom még mindig nem érti. Ilyenkor le kell vonnom a következtetést, hogy alkalmasint a leckében van a hiba. Vagy a tanítóban. Száznál több leckét adtunk azoknak, akiket barbároknak neveztek, hogy mit jelent Rómával háborúskodni. Felégettük falvaikat, keresztre feszítettük vezéreiket, hangadóikat, rabszolgaságra vetettük fiaikat. A tüzet eloltották, a holtakat eltemették, a rabszolgák vesznek, pusztulnak. De a gyűlölet, ami nyomunkban támadt, nem pusztul el soha. A gyűlölet háborút jelent. És a háború hadisarcot jelent, ami a provinciákat sújtja, adókat, éhínséget, betegséget. Milyen drága árat fizetünk érte, és milyen hiába való. Pedig milyen egyszerű a megoldás. Nem szabad háborúzni. Nem szabad! Amikor a te barbár barátaid ellenünk törnek, árulás minden szava. A barbárok nem köntörfalaznak, bevallott céljuk megsemmisíteni Rómát, megsemmisíteni mindent, amit a római birodalom jelent. A megoldás akkor is egyszerű. Miért ne csinálhatnánk a vérszomjas katonákból békés szántóvetőket? Adományozzunk nekik a parlagon heverő földekből. Nem csak a maguk szükségleteiről fognak így gondoskodni, de állíthatom, eljön a nap, amikor Rómába is fognak szállítani. Egyetértek, menjenek a gazdátlan földekre. Nincs akadálya, hogy nekünk dolgozzanak, mint rabszolgák. Nincs ebben semmi újszerű. Niger birtokai nemrégiben mintegy 20 000 rabszolga dolgozott. És hol vannak ma? Eladta vagy felszabadította őket. Miért? Talán Niger ellenzi a rabszolgaságot? Há? Szó sincs róla, de a rabszolgatartás ma már nem kifizetődő. A rabszolga nem termel annyit, mint a szabad ember. Keressük tehát a magunk hasznát és az igazságot. Osszuk meg velük mindennél drágább kincsünket, részesüljenek a minden rómait megillető szabadságból. Messze északon elterjed majd a hír, hogy Róma egyenlőként bánik velük, és végre elérjük, hogy barátaink lesznek a határokon. Eljön Róma békéje, a kor, amiben Marcus Aurelius bízott. A császár nevében csendet! A császár nevében! Cézárunk egyszer megkérdezett, volt-e valaha Róma nagyobb és erősebb, mint ma? És én azt feleltem a császárnak, Róma sohasem volt még ilyen nagy és erős, mint ma. És mi az, ami összetartja a római birodalmat? Az erő, a hatalom. Egyenlőség, szabadság, béke. Ki használ ilyen szavakat görögökön, zsidókon, rabszolgákon kívül?
Ballomár és népe mögött ott lapulnak a vandálok, megszámlálhatatlan milliók, és csak egy pillanatnyi gyöngeségre várnak, hogy rajtunk üssenek. Ha mi most magunk közé fogadjuk a barbárokat, ezt ellenségeink a gyengeség jelének fogják tekinteni, és előzönlenek bennünket minden oldalról. Ez lesz a vége a római birodalomnak. Ez lesz a vége Rómának. Róma vége? Na, hogy pusztul el egy birodalom? Talán összeomlik egyetlen szörnyű pillanat alatt? Nem. Nem. De eljön az idő, amikor az emberek már nem hisznek benne többé. És akkor, csak akkor kezdődik egy birodalom haláltusája. Róma szenátorai! Megéltem 4 nagycsászár uralmát. Trajanus, Hadrianus, Antoninus, Marcus Aurelius. És a hosszú évek során birodalmunk nőtt, változott. Az élettörvénye növekedés vagy halál. És ti, szenátorok, ti vagytok Róma lelke, a ti szájatokkal Róma népe szól. Beszéljetek, hadd hallja a világ. Az egész világ tudja meg, hogy Róma nem akar meghalni. Milliók vannak, nem csak ők, akik kapuinknál várakoznak. És ha nem engedjük be őket jó szántunkból, betörnek és elpusztítanak minket. Ezért inkább növekedjünk, legyünk nagyobbak, hatalmasabbak. Fogadjuk őket magunk közé, legyen a birodalom erősebb általuk is. Tiszteletre méltó atyák, mi megváltoztattuk a világot. Magunkat ne tudnánk megváltoztatni. Vox Romana! Béké! Nem kell több háború! Béké! Ne legyen béké! Nem kell több háború! Béké! Vox Romana! Vox Romana! Vox Romana! Béké! Livius! Ó, Livius! Te győztél! Mi győztünk! Győztünk a szenátusban, de még győznünk kell Rómában is. Róma veled van, a katonaság veled van, és én is veled vagyok. Vonulj Commodus ellen. Ha te leszel a császár, új élet lesz Rómában. Felülkerekedtél. Legyőztél. Róma érdeke nem lehet a te vereséged. Most már mindent jól értek. Azért jöttél, hogy elpusztíts. Meg tudnálak ölni! Ami a szenátus... A szenátus akaratát nem tagadhatod meg. Eszem ágában sincs. A szenátus akarata szent. Letelepedést adunk a barbároknak. De te... Te nem vagy már a második ember a császár után. Visszarendellek az északi határvidékre. Ott rostokolhatsz mindörökké, ha csak mást nem gondolok. Ne, ne, nem nővérgém. Te sem fondorkodsz többé ellenem. Ne is álmodj róla. Mégy szépen a férjed után Arméniába. És nem fogod sem Rómát, sem Livius-t viszont látni.
alig néhány napja, míg kész lettetek volna békét kötni Rómával. Az elmúlt években eredményesen békét szereztünk sok határmenti törzsel. Az északi népek közül már csak ti álltok ellen. Ha attól féltek, hogy a vandál hordák bosszút állnak rajtatok, Róma meg fog védelmezni. Miért dacoltok velünk? Miért? Válaszoljatok egyenesen! Most! Vagy takarodjatok innen! Éveket töltöttünk itt a vadon erdőségekben. És mire jutottunk? A római birodalom történetében először Észak nagy részén béke van. Sokáig bírtam, hónapokig, évekig. De jön egy pillanat, egy döntő pillanat, és nem bírom tovább. Akkor is így volna, ha Lucillával lehetnél. Parancsot hoztam a császártól. Térj vissza Rómába. Emberek! Livius jön! Üdv Livius! Timonidis! Nézd, itt van Livius! Látod, jól megvagyunk. Gazdálkodunk. Házban lakunk, mint a rómaiak. Nézd csak körül, bőségben élünk. Helyesen döntöttünk, Livius. Az emberi szellem mindenre képes. Jóra és rosszra egyaránt. Lucilláról mit tudsz? Semmit. Rég nem kaptam hírt felőle. Csak azt tudom, hogy Rómában éhség dúl és dögvész pusztít. Sokan meghalnak. Oda kell érnem napszállt el. Örülök, hogy ti jól értek. Szörnyű napokat élünk, Livius. Fejünkre vontuk az istenek haragját. Most éppen dögvésszel sújtják a várost. Ezrek halnak meg. Egyedül maradtam. Már senkim sincs, akihez fordulhatnék. Rajtad kívül. Nem én akartam elmenni innen. A kelet elpártolt tőlem. Arábia, Júdea, Kappadócia, Szíria, Egyiptom. Szíria és Egyiptom. Marcellus és Virgilianus mindig a leghűségesebb hívei voltak. Igen, az apámnak. De most sereget gyűjtenek ellenem. És Róma ellen. Sohamus is csatlakozott hozzájuk. Kényszerítette
Lucillát is, a nővéremet, hogy velük tartson Livius. És hol a keleti sereget, Commodus? Ők is a lázadókkal tartanak. Nem maradt más, csak éjszakon a te légióid. Menj, törd le őket. Mert csak te maradtál, aki segített. Livius, törd le a lázadást. Nagy hatalmat adsz a kezembe, Commodus. Az istenek velem vannak, és mindig is velem lesznek. Menj keletre, és törd le a lázadást. Nagy hatalmat adsz a kezembe. Nem félek tőled. Ki akartatok szólni velem? Beszéljetek! Harcba bocsátkoztál volna velünk, mielőtt szót váltunk egymással. Fellázadtatok Róma ellen! Marcus Aurelius a birodalom népeit egyenlőnek tekintette. Róma sosem tűrte a lázadást. Mindig jó barátok voltunk, Livius. Árulók lettetek! Zavargást ébresztettetek két hadseregben! A birodalom ellen támadtok! Van még valaki velünk, Livius. Livius. Ó, Livius! Szeretnek minket az istenek. Téged küldtek. Téged. Téged. Te velük tartasz, Lucilla? Igen, én velük tartok. A lázadókkal? Elszakadunk Rómától. Új birodalmat teremtünk, itt keleten, a keletbirodalma. Keletbirodalma? Őrült gondolat. Milyen erő tartaná össze? Meg akarjátok osztani a birodalmat? Ha csatlakozol hozzánk, Livius, miénk az egész római birodalom, és nagyobb lesz, mint valaha. Mit tettél, Lucilla? Megelőzöm a végső pusztulást, amit az öcsém idézett elő. Lehet, hogy Commodus sok bűnben vétkes, de nem így kell megbüntetni érte. Nem hagyom romlásba dönteni a birodalmat. Elhagysz? Elhagysz? Ha nem csatlakozol hozzánk, vidd vissza a seregedet Rómába, és hagyd minket itt sorsunkra. És a lázadás büntetlen maradjon. Én magam vagyok a lázadás. Azon gondolkozom, hogy szerettél-e valaha is. Nem függ a szerelemtől, hogy mennyit mer az ember. Menj, Lucilla, szökj meg, rejtőzzel, amíg nem késő, mert biztos, mint a halál, hogy nem kegyelmezek senkinek a lázadók közül. Nem menekülök előled, Livius. Thank you.
fegyverszünetet! Ennél többet is tettünk, Lucilla. Szövetkeztünk a perzsákkal. Perzsák. Mit tanácsolsz? Álljunk Livius mellé? Mi várhat ránk Commodusnál? Halálra kínoztat minket. Ott a rómaiak. Itt a perzsák. És mi tétlenül állunk. Úgy rendelkezem, Livius, tudnod kell, hogyha meghalok, Lucilla is kövessen a halálba.
Meghalt a király! Meghalt a király! Lucilla. Elvesztem. Hagyj meghalni. Nem szabad, Lucilla. Neked élned kell. Élned kell. Meg akarok halni. Meg akarok halni, Livius. Üdv neked, Livius! Commodus, a római birodalom feje, köszöntését küldi, és kihirdeti, hogy a neved e naptól fogva Gaius Metellus Livius Partius, a partusok meghódítója. A Cézár megbízott, hogy átadjam szó szerinti üzenetét. Livius, barátom, testvérem, óhajom, hogy megosszam veled a trónt. Légy császár mellettem te is. De előbb. A listán szereplő falvak romboltassanak le. Kappadócia, Szíria és Egyiptom minden lázadó városából 5000 személy feszítessék keresztre. Valamint városonként 5000 személy égettessék meg elevenen. Kapnak egy kis leckét a lázadók. Nem lesz keresztre feszítés. Fogjátok el őket! Látom, mit küldött urának Gaius Livius. Gaius Metellus Livius. Megmondtad, hogy megosztom vele a trónt? Azt felelte rá. Mondd meg a Cézárnak. Ahhoz egy új Róma kellene. Vagy egy új császár. Gnader! Szerez aranyat, Kleander. Kopasszák meg a köztéri szobrokat, a templomokat, az isteneket, az istennőket. Annyi aranyat szerez, Kleander, hogy belefojthassam Liviust
az új Rómájával együtt. Írtsátok ki a barbárokat! Ezeket az embereket! Testvérül fogadtuk őket! Hadd éljenek békén, ők is rómaiak, mint ti! Hagyjátok abba! Észak fel kell majd, hogy bosszút álljon értük! Századok sem oltják ki a gyűlöletet, amit ti ébresztettetek, és rómaiak kiontott vérével fogjátok megfizetni! Békés földművelőkből gyilkosokat csináltok! Elég volt a vérontásból! Éljetek egymással békességben! Békét! Mit tettek veled, szegény görög? El akartad magyarázni, hogy van harmadik lehetőség is. Csak te nem tudtad, hogy negyedik is van. Így szoktak nálunk észérvekre válaszolni. Most már te is láthatod, hogy csak a fegyverek szavából értenek. Nézd az arcát. És olvasd le róla, mit kíván tőlem ő. Sereget vezessek Róma ellen, és vérrel mocskoljam falait! Ő már halott. Az én számomra sosem hal meg. Mellettem lesz, amit csak élek. És hallani fogom a szavait. Az apám barátja. Kíséret nélkül megyek Rómába. A napszállatig meg nem jönnék. Küldjétek utánam a sereget. Én már Istennél lettem. Tudsz róla, Livinus?
30 napon át tartó ünneplést rendeltem el a tiszteletemre. Lépj elő, Commodus! Megkímélem az életedet. Végre megértettem, miért küldtek ránk az istenek dögvészt. Éhínség dúlt. Sok volt az éhes száj. Ezért az istenek elvettek belőle. Commodus, a seregem Róma kapuinál áll. Ha nem megyek vissza napszállatra, a légiók Róma ellen vonulnak. Mindennel elhalmoztalak. És te mégis ellenem szegülnél. Egy istentársa lehettél volna. Vonjunk kardot, Commodus, és megmutatom. Majd én megmutatom, hogy mennyire vagy te isten! A szenátushoz fordulok. Talán pislákol még bennük a római iránti szeretet. Egykor szerettelek, Livius. De most meg kell halnod. Olyanféle tréfa ez, amit kedvelnek az istenek. Egyszer azt mondtad, még nem hallottad nevetni az isteneket. Hát figyelj! Hallgass figyelmesen! Új parancsnokot kaptok! Gaius Livius már nem a ti vezéretek! Vezéretek ezentúl maga a Cézár! Személyesen! Aranyat hoztam! Aranyat! A Cézár aranyat küld Róma hőskatonáinak! Arany! 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 Katonának! Arany dénárius! 3000 dénárius! 3000 dénárius arany! Ez jár Cézár katonáinak! Az egész világon nincs annyi arany, hogy minden katona 3000 dénárius kaphasson! Oda mész! Oda mész! Tessék! Látod, Livius, megfutott a pályáját a nap, de a sereged nem vonult Róma ellen. Új istenük a Cézár, emberáldozatra szomjazik. Te és a társaid, ti lesztek az elsők. Arany! Arany!
íme a hatalmas és győztes északi sereg. Megvásárolható egy marék aranya. Mire várunk még? Minket is megillet egy rész. És Liviusra nem gondolsz? És a súlyos harcokban töltött éveidre, Victorinus. És a kiontott véredre, és a halott társaidra. Mindent megtagadnál. Felvirradt a napunk. Az árulás napja virradt fel. Hitszegők vagytok. Nem vagyunk hitszegők. Engedelmes katonái vagyunk a császárunknak. A császár megvásárolt benneteket. Ha hozzányúlsz a pénzéhez, áruló vagy. Aljas áruló vagy. Te mondasz engem árulónak? Te, aki a lázadók élére álltál? Menj, Lucilla, menekülj! Ez nem lehet. Ez nem az én apám serege. Mondd, mi lett belőlük? Nincs más a földön, csak sötétség, halál. Fuss, menekülj, siess, Lucilla! Polybius! A sírás nem használ. Te nem értheted, hogy mi folyik. Azelőtt jutott elég arany. A győztes háborúkban meggazdagodtak a katonák, mert a te apád nagy ember volt. De ez egy új Róma. Most minden megváltozott. Segíts rajtam, segíts! Mentsd meg a férfit, akit szeretek. Könyörgök, öld meg az öcsémet. Adok pénzt, ha kell, az ékszereimet. Mindent odaadok, amim csak van. Nekem nem kell semmi, csak a szerelmesem. Nincs annyi kincs az egész világon, amiért egy apa
megölné tulajdonfiát. A fiát? Az anyám! Az anyám téged szeretett? Igen. És én is szerettem. Hazudik! Hazugság. Hazugság. Nem hazugság, Commodus, nem hazugság. Hazugság! Te nem apád jogán uralkodsz. Hazugság! Téged nem illet meg a trón. Hazudsz. Nem vagyok a fiad. Apám császár volt. Marcus Aurelius. Ő volt az apám. Nem vagy az apám! Nem! 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 Állj meg, fiam. Egény fiam. Fiam vagy. Nem. És az én Faustinámé. Nem. Nem igaz. Fiam. Fiam. Járnak az éjszakában. Elrabolják legdrágább kincseinket, a büszkeségüket, a dicsőségüket, a bölcsességünket, a becsületünket. Rómaiak! Kiáltsatok! Halált lehel a levegő! Nem látnak, nem hallanak. Csak a sötét éjszakában leselkedő sokának, azok tudják. Te égen rajzók esejük, azok tudják. Sírjatok. Sírassátok el a birodalmat, ami nincs többé. Ó, Livius, Livius. Nyújtsd a kezed, Livius. Semmivé fosztott, amiért harcoltunk. Semmivé fosztottak az álmaink. Csak mi maradtunk egymásnak. Mi maradtunk egymásnak. A Cézár parancsa. Verjetek láncot Lucillára is. Livius. Miért jöttél ide, Lucilla? Neked élned kell. Szeretlek, Livius. Mi egymáshoz tartozunk. Nélküled nem élhet. A hadsereg!
Amikor atyám, Marcus Aurelius meghalt, fákját adtál a kezembe, és úgy köszöntöttél, mint igaz császárodat. Akkor megesküdtem, hogy még meghálálom neked, és most eljött a perc, hogy tartozásomat lerújjam, Gaius Metellus Livius. Sok kemény harcot vívtam az arénában. De azt beszélik, hogy nincs gladiátor, aki megmerne ölni egy császárt, egy istent. Neked volna hozzá bátorságod. Hát küzdjél meg velem. Életre halálra szóló küzdelemben. Ölj meg, és rendelkezhetsz velük. Thank you.
Lévius, hallgass csak. Hallgasd az isteneket. Hallgasd. Ahotáznak. A mágiát! A mágiát! A Cézár parancsára! Tartsátok vissza a tömeget! Halló! Meghalt a császár! Lévius! Egyesüljetek a vandálokkal! Romboljátok le Rómát! Köszöntünk általad, Lévius! Róma miénk! Foglald el a trónt! Köszöntelek, Cézár! Gaius Metellus Lévius, téged követel a nép. A birodalom a tiéd, Lévius. Nem örülnétek, ha császár lennék, mert az első dolgom lenne, hogy titeket keresztre feszítessenek. 2 millió dénáriuszt adok Róma trónjáért. 2 millióért akarsz egy birodalmat kapni? 2,5 millió dénáriuszt adok. Én 7,750,000 adok érte. 2,800,000. 2,900,000. Hogy a történelem legnagyobb birodalmán uralkodhass, Britániától Egyiptomig, hogy a világ ura lehess, kevés, több. 3 millió dénáriusz a római birodalom trónjáért. 3,100,000. 3,200,000. A római birodalom bukása így kezdődött. Nagy civilizációkat külső erők nem dönthetnek meg. A pusztulás nem belülről fakad.